Üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm vendégemet a stúdióban, Pálinkás Attilát, aki a Városi Szolgáltató NZRT hulladékgazdálkodási divíziójának vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot, üdvözlöm a nézőket. És ugye ez a titulus, ez nagyon-nagyon jól hangzik, de egy kicsit azért talán mondjuk el a hallgatóknak, akik esetleg nézőknek, akik nem tudnák, hogy mit is takar, mi minden tartozik önhöz. Hát ebben a lakossági kommunális hulladékszállítás, Szentendrén kívül még Pomázon és Pilisszentlászlón, a szelektív hulladékgyűjtés, közületi vállalkozók és partnerektől történő hulladékelszállítás, hozzám tartozik még a köztisztaság, utcaseprés, a téli útüzemeltetés, gépi seprés, valamint a kézi utcáknak a kézi seprése, úgyhogy ez egy szerteágazó komoly nagy terület. Hát ez nem kevés feladatot jelenthet akkor. Egy kicsit akkor hát beszéljünk arról, hogy ugye nagyon sok minden változás történt itt a hulladékgazdálkodásban az utóbbi időben. Az egyik, amit talán mindenki tapasztalhatott a városban, hogy ugye csökkent a szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma, vagy csökkent ez, vagy csak áthelyeződtek, ugye megszűnt Izbégen egy ilyen sziget, illetve a Püspök Major lakótelep végén, a Kálvária út végén is. Valójában átrendeződés történt, ami annak köszönhető, hogy 2013. februárjától bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ami családi házakban történő csomagolási hulladék elszállítást jelent. Ez azt jelenti, hogy minden ingatlan használó a saját otthonában egy áttetsző zsákban gyűjtheti a csomagolási hulladékokat. Ezek a PET-palack, a papír, a fémdoboz, az italkarton, és ezt mind egy darab zsákba belehelyezheti, azért kell áttetszőnek lennie, hogy a személyzet, aki a begyűjtést elvégzi, ránézésre meg tudja állapítani azt, hogy valóban az előírásoknak megfelelő hulladékfajták kerültek a zsákba, és ezt 4 hetente az otthonok elől természetesen elszállítjuk. Viszont a lakótelepeken ezt a fajta begyűjtés módszerét nem tudjuk alkalmazni a társasházak sajátossága miatt. Oda koncentráltuk ezeket a gyűjtősziketeket, tehát ott nagyobb arányban tudtuk áthelyezni, ott továbbra is megmaradt a hagyományos gyűjtőszigetes elszállítás, míg annyi hozzátartozik ehhez, hogy az üveggyűjtőpontok viszont kint maradtak mindenhol, igyekeztünk azokat ott elhelyezni, továbbra is, hiszen az üveg nem gyűjthető a zsákos szisztémában, mivel baleset veszélyes, tehát annak a gyűjtése a zsákokon keresztül nem megvalósítható igazán, tehát az üveggyűjtőpontok kint maradtak a közterületeken. Egy kicsit azért maradjunk a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnél. Ilyen zsákokat hogy tud beszerezni, aki szeretne, illetve be kellene ki jelenteni ezt, hogy ő mostantól így szeretné szelektíven gyűjteni a hulladékot? Nem szükséges. A bevezetésnél mindenkinek a postalátájába eljuttattunk egy tájékoztató füzetet, amiben részletesen le volt írva a rendszer működési elve. Ez természetesen megtalálható jelen pillanatban is a honlapunkon, a hulladékgazdálkodási divízión belül a szelektív hulladékgyűjtés menüpontban. Részletesen le van írva a szisztéma, de egyébként pár mondatban össze is foglalnám, mert meglehetősen egyszerű. 4 hetente történik a házak elől elszállításra ezek a zsákok. Ez bármelyik boltban megvásárolhatja ezeket az áttetsző zsákokat akárki. Nincs megkötve, hogy mekkora térfogatú legyen. Nyilván az igénynek megfelelő. Tehát ha valaki komolyan veszi ezt a gyűjtési módszert, és megpróbálja a minél nagyobb mennyiségben a kommunális hulladékából elkülöníteni, akkor az nagyobb zsákokat fog venni. Hát a zsákok darabja, ha ilyen nagyobb csomagban vásárolja valaki, 10-20 forint, tehát nem egy komoly nagyságrend, és ezeket nyugodtan ki lehet helyezni, papírt is bele lehet rakni, de ha valakinek nagyobb mennyiségű hullámpapír, újságpapírra gyűlik össze, akkor kötegelve azt is mellé helyezheti külön. Tehát annak az elszállítása is megoldott. Tehát akkor itt egy zsákban én így vegyítve tehetek mindenféle van, olyat, ami csomagolási. Pontosan. Ennek a szétválogatását egy másik cég végzi Budapesten, a Fegroup Invest ZRT. Ott erre vannak kialakítva különböző válogató gépsorok. Ez ott történik meg, aztán kerül újra hasznosításra az anyagok. A rendszer, illetve a működés az úgy néz ki, hogy minden utcához tartozik egy azonosító betű és szám. Ez az, ami meghatározza azt a napot, amikor a gyűjtés abban az adott utcában, az ingatlannál meg fog történni. Ez is szintén megtalálható a honlapunkon, tehát nagyon könnyen és egyszerűen
valaki be tudja azonosítani a saját utcáját, hogy az 4 hetente mikor történik. Az egyszerűség kedvére akár a saját naptárában is ezt bejelölheti egész évre, és akkor rendszeresen igénybe tudja venni. Ugye ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, ez a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, de ha jól tudom, az utóbbi időszakban már ugye a lomtalanítás is megszűnt a régi formájában, szerencsére talán itt a városban, és ez is házhoz menőleg történik. Ennek ugyanez a metódusa tulajdonképpen hasonló? Hasonló, ami a házhoz menést illeti, annyiban különböző, hogy az ingatlan használó fölhívja az ügyfélszolgálatot, és rajtunk keresztül tud egyeztetni egy időpontot. A feltétele az igénybe vevésnek, aki jogosult rá, az, hogy szerződött partnerünk legyen, és ne legyen tartozása. Ezek után, ha megtaláltuk azt a megfelelő időpontot, ami mindkettőnknek jó, akkor az ingatlan elé elhelyezzük, és másnap érte megyünk. Ha péntekre rendeli meg az ügyfél, és szabad az a nap, ki tudjuk szállítani, akkor csak hétfőn szállítjuk be a konténert, nyilván akkor föl tud készülni. Kontinere? 2 köbmétert lehet elhelyezni így módon. Én azt gondolom, hogy egy háztartás, átlagos háztartásban ez egy körülbelül akkora mennyiség, ami fölhalmozhat. Emellett természetesen ugye üzemel nálunk egy hulladékudvar a telephelyünkön, amit szintén igénybe vehetnek a ügyfeleink. Oda 3 köbmétert lehet elszállítani, de ezt úgy kell érteni, hogy összesen lehet egy évben 3 köbmétert, tehát aki igénybe veszi a házhoz menő szolgáltatást, és akkor 2 köbmétert, akkor marad 1 köbméter, így van. Neki. Tehát összesen lényegében 3 köbméter lomhulladéktól tud megszabadulni valaki egy évben. Melyek azok a hulladékfajták, amik nem helyezhetők el itt sem, tehát hogyha a lomtalanításra rendelek egy konténert, illetve hogyha leszeretném vinni a hulladékudvarba, van-e olyan, amit nem vesznek esetleg el, vagy ami külön díjazás alapján? Igen, tehát a konténerben lomhulladék helyezhető, ennek a definícióját úgy tudnám meghatározni, hogy minden olyan a háztartásban képződő nagy darabos hulladék, ami nem fér bele a kukába lényegében, amire szerződött az ügyfél, az a lomnak számít. De nem tartozik ide az építés és bontási törmelék, a veszélyes hulladékok, ezeknek a köre elég nagy, az elektronikai hulladék, és minden zöld hulladék sem. Tehát ezeknek az átvételét a hulladékudvarban tudjuk szintén megtenni, az építés és bontási törmeléknek az átvétele viszont térítés ellenében. A többi esetben térítés nélkül. Mikor lehet vinni hulladékot ide a hulladékudvarba? Hogy van nyitva? Hétköznaponként reggel 7-től délután 3:30-ig, szombaton pedig reggel 7-től 1 óráig vagyunk nyitva. És nagyon érdekel még ugye sokakat az is, hogy mert felmerültek ilyen kérdések, hogy mi történik azzal a szelektíven gyűjtött szeméttel, amikor bekerül önökhöz. Tehát ez valóban újra felhasználásra kerül, mert mindig röppennek fel mindenhol ilyen rémhírek, hogy ne tegyük ezt, mert úgyis vegyítik újra. Igaz ez? Vagy hát ezek ugye nem, azért ezek csak... Nem, tényleg a mendemondák kategóriába tartozik. Ezek valóban újrahasznosításra kerülnek, egyébként minden érdeklődőt szívesen várok, és akkor elmondom ennek az útját. Tehát azok után, hogy bekerül a telephelyre, előkezelésen megy keresztül a hulladék, például a papír esetében egy részét bálázzuk, valami ömlesztve kerül a Fegrup Invest ZRT-hez, a PET palackot szintén ömlesztve betömörítjük a kukásautóba, és úgy szállítjuk a helyére. Ugye mi a szelektív gyűjtőszigeteken, a lakótelepeken a fémdobozt és az italkartont azt egy konténerbe gyűjtjük, annak megtörténik a szétválogatása, és én úgy gondolom, hogy a Fegrup Invest ZRT-nél is nyugodtan bárki egy előzetes egyeztetés követően megnézheti az újrahasznosításnak a folyamatát, hogy ez miként történik. Ugye hát az egész földön rengeteg mennyiségű szemét keletkezik évente, és ugye hát ezzel nagyon sokat foglalkoznak mostanában, hogy mit is lehet kezdeni ezzel. De talán a szelektív hulladékgyűjtés ez tényleg egy útja lehet annak, hogy újra hasznosítsuk azt, amit lehet. De kialakult ennek már a kultúrája itt Szentendrén? Tehát ugye folyamatosan lakossági fórumokon is mindig felmerült, hogy akik előtt van ilyen, amely lakók, lakótelep,
telepeknél van ilyen szelektív hulladékgyűjtő sziget, ott azért előfordul, hogy rendetlen, hogy az emberek nem úgy helyezik bele, hanem csak mellé teszik. Tehát van-e már kultúrája, vagy fejlődünk-e valamit e felé? Én azt gondolom, fejlődünk, bár a tapasztalatok meglehetősen vegyesek. Ez a 2000-es évek elején, 2002-ben kezdődött itt Szentendrén, elég korán az országos megjelenést követően szinte azonnal, akik használják rendszeresen, azok kitűnően, és valóban azokat a hulladékfajtákat rakják bele, ami előírás és szükséges. Van egy vékony réteg, meglehetősen kevés számú ember, akik viszont nem rendeltetésnek megfelelően használják, hanem úgy gondolják, hogy a gyűjtősziketek mellé ő elhelyezheti az illegális hulladékot, lehet ez kommunális, lom, nagyon sokrétű dolog. Ugyan mi minden nap elszállítjuk ezt a gyűjtőszigetek környékéről, de ennek ellenére ez napi tevékenységünk, mert folyamatosan újra termelődik. Ez egy másik probléma, nyilván ennek a megszüntetése egészen másfajta intézkedéseket igényel, de azt tudom mondani, hogy akik viszont részt vesznek ebben, már sok éven keresztül, azok megfelelően és helyesen használják a rendszert. Egyébként ezeknek a hulladékgyűjtő ládák, vagy dobozok, nem konténerek. Tudom, konténereknek az ürítése, az milyen időközönként történik? Kétféle szemlélet van, amit követünk. Az egyik, eleve ugye napi szinten ürítjük, de nem mindegyiket. Tehát megvannak a napoknak a megfelelő hozzátartozó hulladékfajta. Tehát hétfőn mondjuk a PET palack és a papír, kedden a fémdoboz, italos karton, akkor az üveg is. Emellett természetesen folyamatosan a begyűjtő személyzet figyeli azt, hogy melyik az, ami jobban megvan telve a többihez képest, mert ugye ez teljesen változó, tehát ennek nincs egy beállt rendszere, csak nagyjából, és szükség szerint azokat is üríti. Tehát azon kívül, hogy megvannak jelölve napok, hogy melyik hulladékfajtát kell leüríteni, azon kívül folyamatosan mellette, ha túl van csordulva, vagy ha túl sok valamelyikbe, akkor természetesen azt is ürítjük meg ezek mellett. És mi a helyzet az igazi, ezeket nem tudom, hogy hívják ezt sem, konténerek, amikben a lakótelepeknél vannak kihelyezve, amiben a lakók helyezik el a mindenféle háztartási szemetüket, ezeknek az ürítése, illetve hát ilyenkor nyáron ugye felmerült ez is a lakók részéről a tisztítása. Hogy történik? Kinek a feladata ez, vagy ezt mikor végzik el? Mi feladatunk, és ezt augusztus utolsó hetében fogjuk elvégezni, már el is kezdődtek az előkészület szervezése. Ez egyébként előírás is, tehát ez a mi kötelezettségünk, hiszen a konténerek a mi tulajdonunkban vannak, nekünk kell karbantartani, ha eltörik, akkor cserélni, illetve a fertőtlenítése, tisztítása, és a mi feladatunk ez augusztus utolsó hetében megtörténik. Ugye hát, ha járjuk a várost, illetve a környezetét, a környékét, a hegyeket, a füvesebb, erdősebb területeket, azért megfigyelhető szerencsére azt hiszem az, hogy ezért folyamatosan csökken az illegális szemétlerakók mennyisége. Azért előfordul néha, ugye most is volt valamikor a Kálvária út végén egy-két ilyen eset, de azt hiszem, hogy ez azért köszönhető annak is, hogy rengeteg féle módja van most már azért Szentendrén is annak, hogy elhelyezzük legálisan a szemetünket. Így van, tehát ez valóban összefügg, ez a kettő nem szétválasztható. Emellett kiemelt feladatként kezeljük az illegális hulladék lerakatoknak a felszámolását. Ez is rendszeresen a tevékenységünkhöz tartozik. Itt egy szoros kapcsolatban és együttműködésben állunk a közterületfelügyelet munkatársaival. Ők is folyamatosan próbálják segíteni a mi munkánkat, illetve próbálják felderíteni az illegális hulladékokban, átnézve, hogy ki lehetett a tulajdonosa. Különböző számlák, blokkok, bármi olyan, ami beazonosítható hulladék, és akkor sikerül esetleg a tulajdonoshoz eljutni, és el lehet indítani egy szabálysértési eljárást, akár bírságolást is. Tehát ezt a kettőt párhuzamosan egymás mellett kell működtetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és remélem, hogy nagyon sok információval gazdagodtak a nézők is, és tényleg hát a szelektív hulladékgyűjtésre azért próbáljunk meg odafigyelni, amennyire lehet. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm Önöknek is a figyelmet, a viszontlátásra.